Tisztelt vezérigazgató úr, tisztelt képviselő úr, polgármester úr, hölgyeim és uraim! Ha annyi személyes megjegyzést az elejére megengednek, hogy én, mint aki még életemben egy kortty alkoholt nem ittam, nem gondoltam volna, hogy egyszer egy sörgyárral való stratégiai megállapodáson való beszéd megtartására kérnek fel. De mivel magáról a sörről nem sokat fogok mondani, ezért aztán azt gondoltam, hogy mégiscsak elvállalhatom ezt a felkérést, és annyival enyhítettünk a helyzeten, hogy a külgazdasági hivatal elnöke írja alá a megállapodást, hogy valamivel hitelesebbnek tűnjünk. A tisztelt hölgyeim és uraim, itt most egy nagy nemzetközi vállalat vezetőjével ülünk egy asztalnál, és egy nagy nemzetközi vállalat vezetőjével fogunk megállapodást kötni további együttműködésről. Ezért érdemes néhány gondolat erejéig a nemzetközi gazdasági viszonyok alakulásáról gondolatot váltanunk. Ugyanis a körülöttünk lévő világban meglehetősen gyors és alapvető változások zajlanak manapság. Ugye mind a világpolitikai, mind a világgazdasági erőviszonyok jelentősen átalakulnak, és a világnak olyan részei, térségei válnak egyre erősebb és meghatározóbbá, amelyekről korábban ezt nem gondoltuk volna, és olyan térségek veszítenek jelentősen a versenyképességükből, akikkel kapcsolatban ezt szintén korábban még csak nem is sejtettük. Ezt ugye valahol válságnak nevezik, világgazdasági válságnak. Ilyenkor a világ másik oldalán élők, tehát mondjuk az ázsiai barátaink határozottan tiltakoznak, hogy ilyen 5-6-8-10%-os gazdasági növekedési ütemekkel a maguk részéről ők jól vannak, és ne nagyon emlegessünk világgazdasági válságot, söpörgessünk csak a saját portánk előtt. Ezért aztán már az elnevezéssel is óvatosan kell bánni, de egy dolog biztos, hogy a világgazdaságban meg a világpolitikában is egy új helyzet jött létre. És ebben az új helyzetben mindenkinek, aki ennek a világpolitikának és világgazdaságnak a szereplője, új stratégia szerint kell tenni a dolgát. Mert az, aki nem fogad el és nem követ új stratégiát manapság, az bizony lemarad. Ezért aztán nagyvállalatoknak és az országoknak is új stratégia után kellett nézni ebben az új világgazdasági, világpolitikai helyzetben. Tisztelt vezérigazgató úr, kérem, ön ugye 7-8 hónapja van Magyarországon, de biztosan hallott korábban is, ha más nem a céghelyi vezetőitől a magyarországi viszonyokról. Ezért aztán talán tudhatja, hogy Magyarország 2010-ben volt abban a helyzetben, hogy egy alapvető döntést kellett meghoznia a jövőbeni stratégiája szempontjából. És akkor Magyarország előtt két forgatókönyv volt. Az egyik forgatókönyv az úgy szólt, hogy húzzuk össze magunkat a lehető legkisebbre, és próbáljuk meg túlélni mindazt, amit válságnak neveznek, és majd akkor a válság után jöjjünk elő újra a napra, és próbálkozzunk megint a régi gazdaságpolitikákkal, meg eszközökkel. De mivel tudjuk azt, hogy a válság után semmi nem lesz ugyanolyan, mint volt a válság előtt, ezért ezt a forgatókönyvet gyorsan el is vetettük. Meg nem is vagyunk olyan típusúak, akik szeretnénk nagyon kicsire összehúzódni, persze. És egy másik forgatókönyvet választottunk, amit röviden úgy tudnék leírni most önnek, hogy a válságra mi lehetőségként tekintettünk. Egy olyan lehetőségre, hogy ha megfelelően gyorsan és hatékonyan végrehajtunk bizonyos változtatásokat, akkor a válság utáni időszakban Magyarország már erősebb lehet, Magyarország jobban teljesíthet, mint a válság előtti időszakban. És mindezt a stratégiát egyetlen célkitűzéssel kellett leírnunk, és ezt a célkitűzést mi úgy írtuk le magunknak, hogy az a célunk, hogy Magyarország legyen Európa termelési központja. És ahhoz, hogy ezt a célkitűzésünket elérjük, világos volt, hogy Európa egyik, de inkább az egyik szót el is hagyhatjuk, szóval Európa legkedvezőbb befektetési, beruházási környezetét kell létrehoznunk. Ezért is volt nagyon fontos, amit a vezérigazgató úr, mint egy nemzetközi cég vezetője, ráadásul egy holland cég vezetője mondott, hogy kifejezetten pozitívan értékelik a magyarországi befektetési beruházási környezetet, mert ha ez nem így lenne, akkor bizony a versenyképesség szempontjából hát jelentős lemaradásban lennénk. És annak érdekében, hogy Magyarországon legyen a legkedvezőbb európai befektetési beruházási környezet, gyakorlatilag szükség volt az ország teljes megújítására, szinte minden nagy rendszernek az átszervezésére. Ennek jegyében fogadtunk el egy új adórendszert, amely adórendszertől azt vártuk, hogy állítsa vissza a munkabecsületét, magyarul azokat segítse, akik többet akarnak dolgozni, illetve akik több embert akarnak alkalmazni. Ezért egy alacsony kulccsal működő, arányos adórendszert fogadtunk el, mert azt gondoltuk, hogy miért kellene 10-szer annyit adózni annak, aki 5-szer annyit keres. Fizessen 5-szer annyi adót az, aki 5-szer annyit keres, meg 10-szer annyi adót, aki 10-szer annyit keres. Ezért alakítottuk át a felsőoktatást is, hogy a Magyarországra bejövő nagy nemzetközi vállalatok munkaerő igényeinek meg tudjunk felelni. És ezért alakítottuk át német mintára a szakképzési rendszerünket is, hogy a munkaerő utánpótlást biztosítani tudjuk a Magyarországra beruházásokat, befektetéseket hozó vállalatok számára. És azért fogadtuk el Európa legrugalmasabb munkatörvénykönyvét is, hogy a munkajogi szabályozás a munkavállalók mellett a munkaadók számára is megfelelő garanciákat biztosítson. Viszont tisztelt Hölgyeim és Uraim, ugye Magyarország egy nyitott gazdaság. És a nyitott gazdaságok teljesítménye az nagy mértékben függ attól, hogy milyen mértékben tiszteli meg a bizalmával a külföldi működőtőke, tehát milyen mértékben áramlik be az országba külföldi működőtőke, és hogy milyen export teljesítményt tud felmutatni az ország. Tehát tudjuk azt, hogy ahhoz, hogy Európa termelési központja legyünk, vonzónak kell lennünk a külföldi tőke számára, és jó export teljesítményt kell nyújtanunk. Ezért aztán, tisztelt Hölgyeim és Uraim, a magyar gazdaság teljesítménye és a magyar gazdaság céljainak elérése szempontjából rendkívül fontos a holland vállalatok magyarországi tevékenysége, és rendkívül fontos a magyar-holland gazdasági kereskedelmi együttműködés. Talán önök közül nem mindenki tudja, de a harmadik legtöbb külföldi tőke Magyarországra Hollandiából érkezik. A holland befektetések mértéke elérte a 9,5 milliárd eurót Magyarországon. 9,5 milliárd eurót, ráadásul a tavalyi esztendőben Hollandiai már a 11. legfontosabb kereskedelmi partnere volt Magyarországnak, úgyhogy a kereskedelmi forgalmunk is hiány elérte az 5 milliárd eurót. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, a mai napon itt Sopronban Magyarország kormánya Európa vezető sörgyártójával köt együttműködési megállapodást. És azért kötjük ezt az együttműködési megállapodást Európa vezető sörgyártójával, mert a Heineken hozzájárul ahhoz, hogy ma Magyarország jobban teljesít. Az együttműködés Magyarország kormánya és a Heineken között munkahelyteremtésről és a meglévő munkahelyek megőrzéséről, újabb beruházások Magyarországra hozatalának lehetőségéről és a magyar beszállítók számának növeléséről szól. Számunkra, a magyar kormány számára a Heinekennel való megállapodás azért fontos, mert a Heineken egy olyan ágazatot képvisel, amelynek jelentős a hozzájárulása Magyarországon a foglalkoztatáshoz, a gazdaság teljesítményéhez és az export teljesítményhez. Hiszen a söriparban ma Magyarországon több mint 1800 közvetlen munkahelyet tartunk számon. A söripar belföldi értékesítési volumene 6 millió hektoliter, és mindemellett exportra több mint 350 000 hektolitert termelnek Magyarországon a sörgyárak. A Heineken most 10 éve működik hazánkban. Mint ahogy vezérigazgató úr is elmondta, 2 helyszínen van sörgyáruk, egy kelet, egy pedig Nyugat-Magyarországon. 6 fő termékükkel, a Sopronival, a Heinekennel, a Gösserrel, a Steffllel, a Kaiserrel és az Aranyfácánnal összesen 30%-os piaci részesedést birtokol a Heineken. És miért mondhatjuk el azt, hogy Magyarország jobb teljesítményében ma a Heineken teljesítménye is benne van, az pedig a következő. Ugye Magyarország ma azért teljesít jobban, mert egyre többen dolgoznak. Foglalkoztatási rekordokat döntünk, és a Heineken ma Magyarországon több mint 540 embert alkalmaz, amiből egyébként több mint 200-at itt Sopronban. Aztán azért is jobban teljesít Magyarország, mert egyre több beruházást hajtanak végre Magyarországon a nemzetközi vállalatok. A Heineken 2010 óta 15 milliárd forintnyi beruházást hajtott végre hazánkban. Aztán azért is jobban teljesítünk, mert a termelési ágak teljesítménye is folyamatosan növekszik. A Heineken belföldi értékesítése ma 1,9 millió hektoliterre tehető. És azért is jobban teljesít az ország, mert egyre jobb az export teljesítményünk, és a Heineken körülbelül 2 milliárd forintért exportál, mint ahogy vezérigazgató úr is elmondta, a régi országaiba olyan 136 000 hektoliterről szólnak a legutóbbi adatok. És azért is jobban teljesítünk, tisztelt Hölgyeim és Uraim, mert egyre inkább javul a magyar kis és közepes vállalkozási szektor teljesítménye. Mi a magunk részéről a magyar nemzetgazdaság lelkének a kis és közepes vállalkozásokat tekintjük. És azt is tudjuk, hogy a magyar nemzetgazdaság sikere az nagy mértékben függ a kis és közepes cégek sikerétől, és azt is tudjuk, hogy a kis és közepes cégek sikere pedig nagy mértékben attól függ, hogy be tudnak-e kapcsolódni egy-egy nagy Magyarországon termelő nemzetközi vállalat beszállítói láncába vagy sem. És ebből a szempontból a Heineken kitüntetett szerepben van, hiszen a Heineken Magyarországon 800 magyar beszállítóval dolgozik együtt, ezáltal több mint 10 000 munkahelyet tart fenn közvetett módon. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, végezetül engedjék meg, hogy elmondjam, hogy a magyar kormány azért is kiemelt partnerként tekint a Heinekenre, mert egy nagymúltú hazai iparág tradíciójára épít ez a nemzetközi nagyvállalat, amely ráadásul a lehető legmodernebb technológiát alkalmazva erősíti a magyar gazdaságot és annak teljesítményét. És azért is kiemelt partnerként tekintünk a Heinekenre, mert hogy a magyar gazdaság teljesítménye szempontjából fontos holland-magyar gazdasági kereskedelmi együttműködés egyik legjelentősebb képviselőjével állunk szemben. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, vezérigazgató úr elmondta, hogy a Heineken csoporton belül a Soproni a 9. legjobbnak tekintett sörfőzde. Ezért itt engedjék meg, hogy mindannyiunk nevében, a magyar kormány, de támogatom a soproniak nevében is köszönetet mondjak a Heineken gyár dolgozóinak, azoknak a dolgozóknak, akiknek képviseletében most 10-11 néhányan itt vannak velünk. Tegyék azt meg, hogy a gyár munkásainak és alkalmazottainak eljutatják a magyar kormány köszönetét azért, mert mindazok, amit itt most felsoroltunk, hogy a Heineken hogy járul hozzá Magyarország teljesítményéhez, az nyilvánvalóan nem lenne így, hogyha önök nem dolgoznának nap mint nap szorgalmasan és ilyen kiváló minőséggel, mint ahogyan azt most teszik. Mert lehet bármilyen pozitív befektetési környezet, lehetnek bármilyen alacsonyak az adók, lehet bármilyen nyitott a kormány, hogyha a Heineken vezetői nem lennének elégedettek az önök teljesítményével, akkor nyilvánvalóan most nem tárgyalnánk arról, hogy milyen újabb beruházások érkeznek Magyarországra, úgyhogy köszönjük önöknek azt a munkát és azt a teljesítményt, amellyel meggyőzték a Heineken vezetőit arról, hogy Magyarország jó hely, ahol be lehet fektetni, és Magyarország jó hely, ahol sört lehet és kell főzni. Tisztelt vezérigazgató úr! Ezúttal engedje meg, hogy megerősítsem, hogy a magyar kormány a jövőben is teljes nyitottsággal áll a Heinekennel való együttműködés elé, és örömmel tárgyalunk újabb magyarországi beruházásokról. Excellent.